Se Judit pályája, akár a színházi, akár a filmesről beszélünk, töretlenül emelkedik. A Csak szex és más semmi című film főszereplőjeként, ahol egy független fiatal nőt alakít, mind szakmai, mind közönségberkekben hatalmas sikert aratott. Se Judit reggel fölkel, reggelit készít, elindítja a gyereket az iskolába, kutyát sétáltat, szöveget tanul, aztán többnyire késő estig dolgozik. Például itt a Nemzeti Színházban. Ilyen egy magyar anya sorsa, még ha színésznő akkor is. Ez az Abszolút, a Magyar Televízió kulturális portréműsora. Gyere már! Gyere, itt! Itt a Gina, gyere! Gyere, itt a Gina! Sziasztok! Hello! Mondhatnál, mint a kutyások. Gyere már vissza! Inkább ismerkedj a Ginával. Minden reggel ezzel kezded? Aha. Hát leginkább, igen. Általában az enyém nem jön ki a kutyától, de tényleg jól el van. Tulajdonképpen egyáltalán nem zavarja egymást. Ez úgy indult ez az egész, hogy a gyerekem óvodába járt még. És egyik reggel úgy ébredt föl, hogy anya, azt álmodtam, hogy kaptam egy kutyát tőled. Micsoda trükk. De tényleg ezt álmodta. És akkor úgy voltam, hogy egy kicsit rásegítek erre a fotorizmusra. És elkezdtem kutyaújságokat venni, és ilyen állatotthon címeket kerestem benne. És azért körbe telefonáltam. Sokat volna. Kerested, vagy? Tulajdonképpen nem. A Lehel úti kórházban találtam meg őt, ott is van egy menhely. Mondták, hogy nincsen most medve kutyájuk. És ő mondta, hogy hát van egy kedvencünk, de hát ezt nem szívesen adja oda, mert az csak olyan helyre adja, ahol tényleg nagyon jó körülmények közt lesz. És mondtam, hogy hát természetesen nálunk lesz a legjobb hely. Összeg a bajottatok. Azért is szeretek itt lakni, mert ugye Debrecenben csak síkság volt. És itt ezt imádom, és ezt élvezem, hogy itt föl kell jönni az autóval a hegyre, amikor elindulok, akkor le lehet gurulni. Tele van fával, friss a levegő. Mondjuk azzal nem volt gond Debrecenben sem, de ezt imádom. Hagyd már azt a macskát, te! Szóval került a fatalista szó. Te annak tartod magad, vagy észreveszed magadon? Hát igen. Bevallottan az vagy? Tehát abban hiszek, hogy ez majd bekövetkezik, aminek be kell következni. És már következett be olyan dolog, amiben mondjuk 5 évvel ezelőtt így bíztál? És érezted, hogy ennek meg kell következnie? Igen, vannak ilyen, persze, hát maga, hogyha a szakmámra gondolok, meg a pályámra, akkor nem mondom, hogy ezt képzeltem el, de valami hasonlót képzeltem el. Már így szaladgálj. Jó kutya, ott maradsz. Ott maradsz. Gyere, Gina. Földre? Az jó. Bele fog dézsmálni? Hát, itt fog ülni. Végig. Te gondolom egyáltalán nem is izgultál a színpadra lépéstől, vagy lámpáktól, vagy nem volt a... lámpa! Nézők! kamera! Hát a színpadra lépéstől azt nem tudom, hogy mennyire izgultam, mert már gimnazista koromban játszottam a Debreceni Csokonai Színházban, a Gatspell című előadásban. Gina! Mert abba beválogatott Kerényi Gábor Miklós, a mostani Operett Színház igazgatója, és... Az nagy nem volt? Az nagyon nagy, mert nem kellett suliba járni. Úgyhogy az nagyon nagy öröm volt nekem. És akkor, amire oda kerültem, hogy felvételi, hát természetesen a felvételi nagyon izgultam, meg nagyon utáltam az egészet, különösen a harmadik rostát. Gyakorlatilag ilyen Máriát sírtam a falra, tehát a síró Mária megjelent a falon, mert beálltam egy sarokba, és zokogtam, és így a fal átnődösödött. Ott volt egy olyan élményem a később osztálytársammal, mostani kollégám, Fekete Ernő, most akkor még Fekete Tibor volt, hogy a Szentkirályi utcában volt egy ilyen ikertelefonfülke, így egymás felé volt a telefon. És én az egyikben telefonáltam, hívtam anyámat. Fel akartam hívni, hogy én nem maradok itt, én megyek haza, de nem csinálom ezt végig.
És amíg kicsörgött az anyám telefonja, addig hallottam, hogy a szomszéd fülkébe ugyanezt mondja valaki, hogy ne is próbálj visszatartani, megyek haza, engem nem érdekel ez az egész szar. Én nem bírok itt lenni. És aztán én is elmondtam ezt anyámnak, és aztán kinéztünk így mind a ketten a fülkéből, és láttam, hogy ez a Tibi, a fekete Tibi. Meglátta, hogy én így intettünk egymásnak, aztán később mind a kettőnket föl is vettek. Az osztályfőnököm a Horva István és a Kapás Dezső volt. És nem mondom, hogy minket mindenre fölkészítettek a horvaiék, de az elég sok mindenre. Tehát elmondták, hogy gyakorlatilag jó rendező nincs, legalábbis nagyon kevés. Tehát, és az olyan ritkán adatik meg az embernek, hogy egy jó rendezővel dolgozik, hogy legjobb, hogyha... Magatokra vagytok utalva. Teljesen magunkra vagyunk utalva. De hát ezt úgy kezdték, hogy első évben minket darabjainkra szedtek. Tehát ami addigra kialakult személyiség, ami azért még azért hadilábon áll, de alakulom, azért már van. Majdnem kész. Igen, azt gyakorlatilag megsemmisítették. De olyan mély nyomot hagy az emberben, meg egy olyan hozzáállást ez az egészhez, meg egy olyan megmérettetés, ami később nagyon, nagyon hasznunkra vált. Azt nem mondom, hogy megtanítottak próbálni minket, mert azt annyira nem. Szeretsz próbálni? Nem. Megnyugtad a próbát? Nem, egyáltalán nem. Valószínű, hogy azért nem is tanultam meg próbálni, mert nem is szeretek. Illetve mostanában már úgy el vagyok a próbákkal, de én annyira ilyen, mivel ilyen türelmetlen típus vagyok, hogy azonnal mindent, én sokáig várok, ami elég nagy gonoszság a kollégákkal szemben, vagy, de nem abból teszem, nem gonoszságból, csak én szemérmesebb vagyok annál, hogy én minden sok minden, sokféleképpen kipróbáljak valamit. A féleképpenséget azt kipróbálom, de hogy olyan nagyon bátran, nagyon szélsőségesen, majdnem, hogy agyatlanul kipróbáljuk dolgokat, én ezt nem merem megcsinálni. Úgyhogy én inkább sok mindent magamba szívok, sok információt, amit a rendező mond, amit a darab mond, amit a, nem tudom, én gondolok, amit a partnerből kiszedek, és akkor a végén nekem valami, jó, sőt ez a nap, a végén valami úgy kirajzolódik az egészből. A Shellnek volt egy elképesztő ocelot mintás, valamilyen nagyon beburkolózós, rettenetes téli kabátja, ezt tudom, hogy nagy hatása volt rá, és szerintem ebben a bizonyos darabban, már ebben a téli kabátban láttam életemben először a valahol a Vas utca és a Rákóczi út között. Én így tátott szájjal nézem többnyire, de csupa olyan dolgot tud, amit én nem, és az engem mindig annyira lenyűgöz másokban. De például olyan módon szereti őt a kamera, vagy olyan természetes, meghitt, bensőséges viszonyban van a kamerával, ami nekem a 20 éves szégyenletes televíziós pályafutásom alatt nem sikerült. A legkülönlegesebb tulajdonsága az, hogy nagyon kevés színésznő tud ennyire civil maradni ezen a pályán. És ez szerintem valami olyan elképesztően nagy adomány, hogy amíg például itt vagyok például én, vagy nagyon sok kollégám, kolléganőm, akinek ez a, valahogy úgy ez az élete, hogy ez lett az élete. Nem azért, mert így akartuk, nem feltétlenül azért, mert ezt választottuk, valahogy ez így lett. És a Judit, aki, hát ugye van ez a fantasztikus gyereke, egy szerencsére egy nagyon boldog párkapcsolatban él, szóval minden, hál' Istennek, rendben van körülötte, olyan egészségesen és olyan normálisan tudott nem színésznő maradni. Talán ez az a tulajdonság, amit a legjobban irigyelek benne. Kevés van belőle, ebből az érdes fajtából, ebből a nem érzelgős, nem a nőiességre nagyon appelláló. Én kifejezetten nagyon bírom ezt a kicsit karcos, kicsit olyan, kicsit kívülről néző, és kicsit olyan nagyon modern színésznő szerintem, nagyon korszerű, talán ez a jó szó. Először is, hogy tartom magam? Így csinálj így. Igen, és én meg így befordulok, és így meghajlok. Well, I heard about the fella you've been dancing with. Ez a szamba.
Egy erős csípő. A te módszeredet csinálom, mert össze csak szívom magam az információt. Nem mutatom meg a félkésztől. Nagyon nagy előnyt jelent nekem szerintem, hogy én táncoltam. És nem azért, mert most táncos darabokban, hogyha olyan van, akkor én tudok kettőt fordulni, hanem abszolút tudatában vagyok a testemnek, és ez nagyon szerintem jó, hogyha egy színész tudja használni a kezét, lábát, fejét, tartása van. Ráadásul, hogyha színésznő, akkor nem is árt, hogyha még valami kecsesség része tud tenni, hogyha nagyon akar, vagy ha olyan megkívánja a szerep. Közben nyugodtan csinálj ilyeneket, és akkor nem merevedik le a fejed. Így áttérünk a latinra, az már egy kicsit lazább. Miért most rá nem sportolsz? Nem, egyáltalán. Mióta nem sportolsz? Hát gyakorlatilag 18 éves korom óta nem sportolok. És most vagyok 33, tehát ugye meg átvált. Szóval úgy gondolom, hogy a befektetett munka, ami a sporttal telt el, az lassan már letelik, mert átfordulok, tehát már több évet fogok nem sportolni, mint amennyit sportoltam, úgyhogy előbb-utóbb el kell kezdeni. Hát ja, abban biztos vagyok, hogy a nők nagy része azért irigyel. Hát lehet, de örököltem az alkatomat, úgyhogy. Igen. Te sose küzdöttél a súlyoddal, mi? Vagy volt olyan? Volt olyan. Volt, hogy nem. Mikor? Főiskolás koromban. Amikor felvettek a főiskolára, akkor voltam 18, és ugye ott volt egy nyár, amíg el nem kezdődött. Tehát májusban vettek föl, szeptemberben kezdődött, és aztán meg is kaptam a magamét. A Horvaiéktől. Horvaiéktől? Hát minden nőnek nagyon segge. Ezzel kezdték, de tényleg az összes osztálytárs nőm felszedett magára azon a nyáron. És ezt mondták, mindenkinek kisebb segget. Mindenkinek nagy a segge, és minden nő bajuszos. És tessék abba hagyni a fogamzásgátló szedését. Most, hogy tanár úr, én nem is szedek, nem baj, akkor is bajuszos. Úgyhogy kaptuk rendesen. Ezt nagyon szeretem, ezt az üvegcsigát. Ezek az idei év termései, illetve egy még hiányzik, ami nem tudom hol van. Állítólag útközben a Monte Carlo-i Filmfesztivál díja. Ez a filmkritikusok díja. Ezt is most kaptam a Csak Szexért. Mászok át? Nem bánnám, különben sose készül el a járda. Jó, de akkor ne bámuljon. A mesztelen jelenetekhez hogy álltál hozzá? Természetesen vagy... Tartasz az ilyenekre? Én nagyon. Nagyon tartok ezektől a jelenetektől. Tulajdonképpen az első, amire bármikor leültünk a Krisztával, akkor ezeket mindig felhoztam, ezeket a jeleneteket, hogy de akkor ott mi lesz, akkor hogy lesz. Volt olyan film, amiben szerződésben is foglaltam, hogy abban a jelenetben csak hátulról, a másik jelenetben csak előről, szóval volt ilyen is. Hát itt a Csak Szex kapcsán nem, mert hogy én nagyon megbíztam a Kriszta, nem azt mondom, hogy prűdségében, de a női mi voltában, meg a női önérzetében, hogy ezt egy férfi rendezi, akkor biztos többet kell mutatni. De nagyon tartok ezektől. Tehát nagyon izgultam azon a reggelen, amikor hát mégiscsak le kell betkőzni egy bugyira egy stáb előtt, és jó, hogy nem mutogatom magam nekik sem, vagy annál többet. Meg az ember úgy felfogja, vagy úgy próbálja magának is bemagyarázni, hogy tulajdonképpen, mintha strandon lennék, de hát természetesen mégsem az. Különösen úgy, bocsánat, hogy amikor volt az RK jelenet, akkor lent az utcán ment közben a forgalom. És elég gyakran néztek fölfelé, meg az operaházból a turisták, azok nem is az operaház belső freskóit nézték, hanem engem a túloldalon. Itt vannak a premier ajándékok, és a régi, itt van a Jászai Mari díj például. Azok a nagyon alapdíjak, a Jászai, az Érdemes, a Kiváló, a Kossuth, és ezek még az ilyen kuriózumok, a színikritikusok díja, ebből kettő van. Melyik az egyik a Ványa bácsi? Az egyik a Ványa bácsi, a másik pedig a Kripli. Aztán mikor volt Johnny Pettinnek olyan rossz tudomása, amiről számot ne adott volna? Johnny Pettin beszámol arról, hogy egy ló elfigye magát. Azt hiszed?
Tudom. Ezek vannak. Hát gondolom, majd azokat is egy idő után berakom a fiókba. El lesznek szépen rakva. És mit jelentenek neked a díjak? Hát ezek nagyon fontos elismerések. Nagyon jól esik az embernek, nem tudom, mindig egy korszak így lezárul ezzel. Hát reméljük a következő film is hasonló nézettségű lesz, az pedig a Konyec. Igen, az utolsó csekkapohárban. Az utolsó csekkapohárban, igen. Én már láttam a filmet, hát nekem tetszett, de hát az hiszem nekem az a dolgom, hogy tessen, mert amikor az ember elvállalja, akkor is hisz benne. A filmben van egy nevelnek az autónak az, hogy szélmadár. És hát az, hogy ez pont egy csajka legyen, tehát egy sirály, az úgy nagyon kellett. Ezek ilyen lelki dolgok egyébként. Szimbolikus főszereplője is, hiszen mind szélmadár, tehát tulajdonképpen ez az a griffmadár, ami a szabadság felé röpíti a két idős főhőst, a filmbeli Emilit és Hédit, akiket Keres Emil és Földi Teri alakítanak. Az a történet lényege, hogy sose késő megszabadulni azok közül, a békjók közül, vagy abból a rabságból, amit a társadalmi helyzetünk, a körülményeink, vagy a saját egónk, vagy a személyiségünk beszürkülése ránk, ezekből a bilincsekből megszabadulni sose késő. A történet arról szól, hogy egy idős házas pár egyszer csak megelégeli a helyzetet, és kitör, és elindul. És keresztül mennek egy csomó izgalmas, fordulatos, volt drámai, jól vicces eseményen, minek kapcsán bekapcsolódik egy ifjú rendőrpár, akiknek van egy saját konfliktus halmazuk, amit behoznak a történetbe, és akkor ők a nyomukba erednek, és ebből a két szálból bonyolódik, bogozódik, tekeredik ez a történet ki, és van neki kétféle vége, de ezt nem mondom meg. Sportos a Verda. Hát ez egy, tulajdonképpen ez egy szponzorautó. Ezt igen? Kaptam egy évre, hogy élvezzem ki. De stílusosan is vezeted, remélem. Hát nem tudom. Nem. Tehát, hogy sportosan? Ah, persze, arra hát inkább, ezt nem is nagyon lehet öregesen vezetni, mert ez úgy adja magát. Behúzza az ember talpát. De lehet vele lassan menni, most jó koszos, lehet vele lassan menni, és sőt, akkor az még egy ilyen tekintét is ad, hogy igaz, hogy tudnék gyorsan is menni, de én lassan megyek. Ez ki ez a dobverő? Ez a fiamé, van ez dobkoncertje, csak itthon felejtette a hozzávalót. Milyen dob, klasszikus vagy jazz dob? Jazz. Most elmegyünk az iskolába, leadjuk a gyerekemnek a dobverőket, és aztán megyünk forgatni az Életképek című sorozatot. Ez két hetente megy a televízióban, és ez egy abszolút igényes sorozat. A Horváth Ádám írja egyedül, nem is adja ki a kezéből, és ő így aztán tartja, bocsánat, a színvonalat. Itt van a gyerek iskolája. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ebben nem egyáltalán nem ciki részt venni egy ilyen sorozatban, és szereti is a közönség abszolút. Teljesen végre színészeket láthatnak a televízió képernyőjén, nem és csak valóságsztárokat és politikusokat. Yeah. Hello! Csodám! Szervusz! Ott van az ütő. A művészi szerszámok. Köszönöm szépen! És már indult is. Mindjárt igen. Melyik számot játszátok? Sting. Melyiket? Melyik? A Every Take You Brace. Aha. Adjuk. Na, szavasz, elmentem. Bocsánat. Every breath you take. Már itt vagyunk, elmondom, hogy ez a város legrosszabb kereszteződése. Tehát gyakorlatilag ennél rosszabbat én nem is tudok. Itt állandóan baleset van, ide kellene egy lámpa. Ez az Istenhegy és a Béla király találkozása. Semmit nem lehet látni, mindig az ember hazárbér az úgy jön ki erről az útról. Már régóta visszatérő helyszín ez.
a baleseti helyzete nem annyira rettenetes, tehát ez az úgynevezett jelzőtelepítési sorrendiségben hát nem az első között szerepel. Azt tudni kell, hogy a fővárosban a fővárosi önkormányzat feladata az, hogy mindenhová, ahova jelzőlámpa szükséges, oda kerüljön is előbb-utóbb jelzőlámpa. Sajnos inkább utóbb, mint előbb, mert elég drágák ezek a berendezések. Jók, ami alapján kiválasztjuk, hogy hová kerüljön jelzőlámpa, az elsősorban a személyisérüléses baleseti adatok, utána pedig lakossági jelzések, kerületi önkormányzatok, BKV sofőrök például nagyon profik ennek a megítélésében, hogy hova is kell szerintük jelzőlámpa, és általában igazuk szokott lenni, taxisok jelzései, és hát a hétköznapi autósok jelzései. Hogyha ide egy lakossági telefon érkezik, akkor azt mi az aktuális állapotát annak a keresztezésnek meg kell, hogy vizsgáljuk, a baleseti helyzetét, a forgalom lebonyolódását, meg kell vizsgálnunk, hogy egyáltalán hogyan lehetne segíteni a forgalombiztonsági helyzeten. És ha annak éppen a jelzőlámpa a várható megoldási módja, akkor egy ilyen középtávú tervbe ez bekerül, és ahogy a főváros költségvetése engedi, ezeket mi megterveztetjük, illetve kiviteleztetjük. Minden darabot úgy játszom, ahogy az be van próbálva, szóval nincs mód improvizációra, vagy nem igazán. Egyszer sikerült, sőt, akkor még énekelnem is kellett, mert az egy dal volt. Az még főiskolás koromban, gyakorlatilag abszolút lement előttem a roló, és tudtam, hogy jön a következő sor, és fogalmam nincs, hogy mi a szöveg, és elkezdtem improvizálni, de úgy, hogy valamit kimondott a szám, és valahogy még a rím is kijött a szótak szám is. Úgyhogy minden kollégám, vagy nem kollégám osztálytársaim voltak, csak így rám fordultak, hogy az igen. Úgyhogy, de ez egyszer fordult velem elő, én inkább ilyenkor pánikba esem, hogyha lemegy a roló. Akkor pánikba esem, és akkor az van bennem, hogy... Akkor mit lehet csinálni? Én azt mondom, hogy kimegyek. És sokszor egy párszor előfordult, hogy ki is mentem. Csak egyik esetben az volt a mázlim, hogy tényleg ki kellett mennem, a másik esetben meg nem tudom akkor már mi történt, de volt már ilyen, hogy elhagytam a színpadot. Egyszer itt a Rihánban is elfelejtettem egy sort, benne azt hiszem a kriptában, és így néztem a Janira, hogy én nem fönt voltam, már fönn a tetején a kriptának, és azért felejtettem el, mert habciznom kellett iszonyúan, és ugye hát mit csinál, nem lehet, most Lady Anna habcizik fönn a kripta tetején, hát ez nem annyira ügyes. És így nyitva tartottam a számat, tehát így nyomkodni nem akartam, mert úgy múlik el állítólag a habcizás, hogyha az epepe fogja az orrát, hogy így nyomkodja. És hát azt se csinálhatom, úgyhogy így nyitva tartottam a számat, pont a Jani beszélt, hogy valahogy elmúljon. És nem múlt el, hanem egy ilyen kijött belőle, egy ilyen hang. És a tudom, zavarba jöttem, hogy soha többet semmi nem jutott az eszembe. És ő hogy reagált? Csak én nézetem, várt egy ideig, hogy megszólaljak, hogy valami eszembe jusson, és akkor csak annyit mondtam neki is, hogy na, Isten vele. És ez az előtte lévő rész, az kimarad. A főiskolán volt neked a hazai színésznő példaképed? Udvaros Dorottya. Most itt öltözik kettővel arrébb. Úgyhogy ez nem rossz, hogy ide jutottam. Mehetsz.